Mit fogunk ma megkóstolni? Nagyon-nagyon régi ételt fog nekünk megmutatni, különleges vacsorát fog nekünk készíteni. Honnan származik ez a recept? Hogy találtad ki? Elkészült ez a finom étel. Jó ételget hozzá! Bálint Erikét többnyire a Rosmaring népdalkör élén szoktuk látni, de most egy új oldaláról fogjuk megismerni, mert valami finomságot fog nekünk főzni. Mi lesz ez, Erike? Igen, egy csőben sült, zöldséges, kapros csirke mellett fogok csinálni. Na, ez nagyszerű, mert még sosem láttam, hogy milyen csőben sütik a csőben sütött ételeket. Ez mit akar? Ezt most egy jénaiba fogjuk csinálni. Ő a cső, a jénaitál. Mi szükséges hozzá? Milyen húsból készíted? Csirkemellő húsból készítem ezt az ételt, és akkor sárgarépát, fehérrépát és krumplit használok, kaprot, és akkor háromfajta fűszert, a sót, a fehérborsot és a köménymagot, és akkor tojással és tejföllel, amit összekeverek, azzal leöntöm az egészet, és sajtot reszelek, és akkor azzal szórom meg a tetejét. Na lássuk akkor, készítsük el ezt a finom ennivalót. Rendben. Első lépésként csirkezsírral kikenem a jénait. Körbe-körbe. Ez egyébként szintén számít a recept szempontjából, hogy milyen zsírt használsz? Más lesz az íze, hogyha csirkesülthöz csirkezsírt használsz, gondolom. Más az íze, és a diétám miatt a disznózsírt, az étolajat, azt is ki kellett zárnom, és ezért szoktam rá a csirkezsírra és a libazsírra. Ha ez megvan, akkor félreteszem, és elkezdem a zöldséget vágni, és belerakni a jénaiba. Igen, ezt előzőleg már megfőzted a zöldségeket, megpároltad, tehát ezek párolt. A zöldséget mindig megfőzöm, megpárolom, mert a csirkehús nagyon hamar készen van. És a zöldség nem párolódna át, és ezért szoktam megpárolni. Az első réteget megszórom kapóral. Ráteszem a papírra a csirke mellett, mert vizes, és akkor fölítatja a papír. Egy picit megsózom. Nem sózom nagyon, mert a sós ételt nem szeretjük. Egy pici fehér borsot, mert a fehér bors gyengébb, mint a fekete bors, és akkor még hozom a köményt, és akkor még azzal. Megvan a második réteg is, ugyanúgy, mint az első, és akkor jöhet a következő lépés. A tojásokat egyesével beleteszem a tálba. Két deci tejfölt belerakom ebbe a fölvert tojásba. Így körbe-körbe forgatom az edényt, és akkor szép sima lesz. Szép lesz. Csomómentes, mint a főzelék. Berakom a kész ételt a sütőbe. 180 fokon, 30 percig sütöm. A mai ételünket diétázóknak is ajánlhatjuk. Lehet ezt mondani, Erike? Mert igen. Mondtad, hogy lisztmentes, gluténmentes és olyan tejföllel, vagy olyan tejszínnel is lehet készíteni, amit diétázók is fogyaszthatnak. Igen, tényleg azért csináltam ezt az ételt, mert én ugye most már évek óta diétázom, és a konyhámban olyan étel alapanyagok vannak, amik a diétásoknak jók, és amit én megcsináltam, abban nincsen liszt, az gluténmentesnek mondható, a tejfölt és a tojást mással is lehet helyettesíteni. És hát a csirkemell az abszolút a csirkemell ugye bármilyen diétára alkalmas, úgyhogy azért készítettem, hogy ebben is tudjak segíteni azoknak, akik olyan problémával állnak szemben, mint én.
Hát ez azért nagy változás lehet a korábbi étkezésedhez, vagy korábbi életedhez képest, a hurka, kolbász, szalonna és zsír összetételű ételek után. Igen, ez így van, és nehéz volt átállni, de muszáj volt. Na és mi a helyzet a rétessel? Hát az még van, azt még csinálom. A rétest egyébként lehet ilyen kímélő módon készíteni, vagy azért, az azért úgy jó, hogyha benne van a hagyományos sok hát igen, minden? Igen, a rétes az ugye az úgy jó, ahogy megvan teremtve, ahogy kitalálták az asszonyok. Bár a tésztájában nincs túl sok minden. Tehát az abszolút mondhatjuk kímélő ételnek is a tésztáját. És ugye nagyon vékonyra kell kinyújtani, tehát alig van benne tészta, tehát így alig van benne liszt, és a tölteléket meg mindenki saját maga azt rakhat bele, amit akar, de viszont akkor már nem hívhatjuk sári rétesnek. Hát nem hiába nyertek évről évre a rétes fesztiválokon, ha jól tudom. Igen. Hova szoktatok járni ilyen fesztiválra? Az asszonykórussal most már 17-18 éve, nem tudom megmondani pontosan, járunk kiskörösi rétes fesztiválra. Valahogy ott összejött a kapcsolat, úgyhogy mi is már meg szoktuk hívni a kiskörösi asszonyokat hozzánk a Rétes utcára, és ott mindig benevezünk a rétes készítő versenyre, és hát már nagyon sok díjat elhoztunk, mert ott is azt mondják, hogy a mi rétesünk a legjobb. Édesanyám annak idején mindig úgy csinálta a meggyes rétest, hogy fele megy, fele cseresznye. Mert tudta, hogy a családban nem szeretjük a savanyú ízt, és akkor ő mindig úgy csinálta nekünk a rétest, hogy meg is tudjuk enni, hogy fele megy és fele cseresznye, és nagyon fincsi volt. Na, hát akkor szerintem kóstoljuk meg ezt a finom csőben sült csirke mellett. Jó, alig várom. Bár továbbra se láttam csövet, de nem baj, azért biztos finom. Remélem, hogy ízleni fog. Jó étvágyat kívánok. Köszönjük. Hozzá.